Sziasztok! Itt vagyunk az Érdekességek a Cségóban második részében, és hogyha tetszeni fog ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, és persze egy feliratkozást. Még az előző részben említettem, hogyha esetleg van olyan érdekesség vagy easter egg, amiről ti tudtok, viszont én abban a részben még nem említettem meg, akkor azt nyugodtan leírhatjátok kommentbe, és a következő részben pedig berakom, és itt lenne egy pár, amit most megmutatnék. Itt van például Overpassnek a B lerakóján, ez a graffiti, ami Olof Meisternek köszönhető, ez a Team Dignitas elleni meccsen történt, amikor konkrétan Molotovban égett Olof Meister, és körülbelül 0,01 másodperc választotta el a haláltól, viszont ő sikeresen hatástalanította a bombát, körülbelül itt ezen a részen. Reddish waits and finds himself a little bit of smoke to hide him, but it's a 2v4 and it's gonna be desperately hard to hold on to. Device around the world we go, but the defuse is coming in, he's still going! Trénen T2-től kicsit arrébb ezen a hosszú részen van egy tábla, amin az áll, hogy ne lépj a madarakra, persze oroszul, és ez azért van itt, mivel hogy itt régebben voltak madarak, és volt egy olyan bug ezen a pályán, hogyha azokra a madarakra ráléptél, akkor az elkezdett repülni, ez még nem is probléma, de te is elkezdtél velük együtt repülni. Helyette berakták ezt a táblát. A következő érdekesség bank pályán lenne, tudom, igen, ez a legtöbbet játszott map, viszont hogyha bejöztök boltba és ideálltok a pulthoz, akkor itt láthatok egy maszkot a PD-ből. Tovább menve ehhez a hátsó részhez, itt is találhattok egyet. Meg itt T2-n is. Kukucs. Trénen, ezen a helységen, ahol most megyünk, nem tudom őszintén, hogy mi a neve, nem szoktam trénen játszani, elég jó kis muzsika hallható. Hallgassátok csak! Cobblestone-on, B-longon, itt találhatunk egy dobozt, viszont ez nem akármilyen doboz, mivel hogy itt valami világít benne, azt láthatjátok, és ha elkezdünk ugrálni, akkor ott valami fénylik benne. Viszont benokliptem, csak úgy kíváncsiságból, hogy mégis mi lehet az, mert így nem lehet levenni semmit belőle, és hát ezt a jelet találtam. Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, esetleg hogyha tudjátok, hogy mi ez, akkor kommentekben mindenféleképpen írjátok le. Mindenféleképpen ijesztő és egy kicsit érdekes. Ebbe a videóba ennyi érdekesség jutott, viszont az előző videóra csak 125 lájkot kértem, erre mostanra már több mint 400 van rajta, szóval picit felemelném a mércét. 250 lájk, ha összegyűlik erre a videóra, akkor mindenféleképpen jön a következő rész.